Szolidáris, de nem kötelező. Sokak szerint ilyen lesz az Európai Bizottság új migrációs tervezete, amelyet ma mutat be Brüsszelben. Mióta a betelepítési kvóták ötlete négy éve megbukott a V4 országok, valamint Szlovénia és Ausztria ellenállásán, az EU-nak nem sikerült ütőképes és mindenki számára elfogadható bevándorláspolitikát alkotnia. Bár a menekült hullám az utóbbi években jelentősen alábbhagyott, a déli államok így sem tudnak önállóan megbirkózni vele. Emiatt pedig egyre több a tengeren veszteglő mentőhajó, zárt kikötő, zsúfolt vagy éppen felgyújtott menekült tábor. A tagállamoknak eddig nem sikerült megegyezniük a menekültek és illegális bevándorlók kezeléséről, miután többen egyetlen menedékérőt sem voltak hajlandóak befogadni. Ilva Johansson belügyi biztos ezt egy kötelező szolidaritási cikkellyel oldaná meg. Szerinte ez véget vethet az évek óta tartó tragédiának, jobb helyzetbe hozza a menekülteket, és nem hagyja majd, hogy megismételjenek lődjön a Lesboszi tábor esete, számot tudósítunk.